A rendszerváltás majd az ezredforduló óta folyamatosan növekedő ágazattá vált a dísznövénytermesztés Erdélyben. Egyetemi szakok jöttek létre, és a vásárlási kedv is egyre csak növekedett. A szakmabeliek ezért most az Erdélyi Díszkertészek Egyesületének megalapítását tervezik. Ezek a dísznövények a Szapiencia Egyetem Marosvásárhelyi kampuszának arborétumában az itt tanuló kertészmérnök szakos diákok tanulását is szolgálják. Az itt végzők már olyan tudással lépnek a munkaerőpiacra, amellyel meg tudják célozni az egyre igényesebbé váló vásárlókat, mondja Kentelki Endre adjunktus. Ez azért is fontos, mert a vásárlói kedv folyamatosan növekszik. Az igény ebből a kertészeti szakákból a dísznövénytermesztés keretén belül folyamatosan nő, és a termelők, mivel elég szoros kapcsolatom van velük, folyamatosan azt jelzik, hogy a minőségi, például a régebb inkább mennyiségi, ma már a minőségű árut igenis a vásárlók megfizetik, és egyre nagyobb mennyiségben vásárolják. A Szapiencia Egyetem Marosvásárhelyi kampuszán éppen ezért nemzetközi kertészeti kiállítást és vásárt szerveznek májusban. Az esemény magyarországi főszervezője Krébeci József azt mondja, az erdélyi dísznövénytermesztők megérdemelnek egy nagy volumenű rendezvényt, akik számára egy ilyen vásár nem csak az ágazatuk népszerűsítéséért fontos. Dísznövényekkel foglalkozó kertészeknek a február-március után, ahogy a tavasz beköszön, április-május az egy meghatározó az egész év eredményét tekintve. Ha most nem tudják nagy mértékben eladni áprilisban-májusban az eddig gondozott növényeiket, akkor nagy valószínűséggel rossz évet zárnak. A magyarországi szakember hozzátette, remélik, hogy az esemény lehetőséget ad arra is, hogy az Erdélyi Díszkertészek Egyesületének megalapításához megejtsék a szükséges egyeztetéseket.